Harmadik Bodrogi Pet Kupa körkapcsolás. Látszik, hogy ez már tényleg a vége. A végjáték nagy eredménnyel zárul, de erről később már szedik szét a gályákat. Ezekből is újrahasznosított hulladék lesz, de az is lehet, hogy újrahasznosított gálya a jövőre. Nem tudjuk, kinek mekkora a pincéje. A hét tanulságairól kapcsolom a második helyszínünket. Geffi, Geffi, hallasz? Halló, halló, Livius, igen, itt vagyok, üdvözlök mindenkit. Beértünk a célba, Olasz Liszkára. 5 napnyi kemény gyűjtésen vagyunk túl. Fantasztikus a csapatok hozzáállása. Több mint 6 tonna hulladéktól mentesítettük a Bodrogpartot. Csak a mai napon több mint 2 tonna került ki, több mint 360 zsák. Mi a helyzet az elemekkel? Volt-e valami problémátok? Mekkora volt a komfort fokozata az idén a folyónak? Aha, igen, hát csak a szokásos, folyamatosan csalán, darás, szúnyoggal küzdöttünk, de szerencsére minden nap lemosott minket az eső, úgyhogy nem volt ok panaszra, mert mindenki mosolyogva és tisztán tudta zárni a napot. Nem sokára eredményhirdetés, vannak-e valamilyen tippjeitek, esetleg van-e már esélyes? Egyik-másik csapatnak nagyobb itt-ott az esélye fogadóirodákban, hogy ki fogja megnyerni, de hát a mai nap után egyszerűen nem lehet tudni, hiszen bármi előfordulhat, az utolsó helyről is elsők lehetünk, de az elsők is maradhatnak elsők, szóval fantasztikus izgalmak közepette várjuk az eredményhirdetést. Köszönjük, Geffi, és mindenkinek, aki hősiesen részt vett a folyótakarításban, találkozunk az eredményhirdetésen. Eredményhirdetését és díjkiosztóját és hála ünnepségét. Hála ünnepséghez a kalapomat meg is emelem mindenki előtt. Nagyon izgulunk, hogy vajon ki vitte el az idén a pálmát. Azt elmondhatom, hogy nagyon szoros volt a verseny. Aki eddig nem nézte meg az appot, az ott már ne nézze meg, ingyen nem mondtam. Tehát 14.530 petákkal, az előbb pontokat mondtam, mert P van ideírva, tehát mindig petákról beszélünk természetesen. Vendéglátóik, a Liszka gálya! Ez már a bronz érem, a dugó harmadik fokozata. ...16.230 ponttal ezüst érmes a második, előről a második dobogón állhat Petunia! Micsoda küzdelem volt! És mintegy talán öt szuperzsáknyi van, nem sokkal! Megelőzték őket, és ezzel aranyérmesek lettek a dobogó legmagasabb csúcsára hághat a Csipet csapat! Jó! Ezeddel a harmadik Bodrogi Pet Kupát nagy örömmel és csupa szép tanulsággal bezárjuk! És így, akkor meg vagyunk? Ennyi. Jó, az idénre legalábbis. Jó. Ciao.